Nemrég az erdőben jártam, és tudjátok, mit láttam? Láttam, hogy a fák egyre kopaszabbak, a színes falevelek elkezdtek lehullani, a földet színes levélszőnyeg borította. Csend volt. Sehol egy állat, sehol egy madár. Vajon hova tűnhettek? Hová lett a sok bogár, a madarak és az erdő állatai? Elmondom nektek. Hamarosan itt a tél. Hideg lesz, és az állatoknak nem lesz mit enniük. Ezért ilyenkor minden állat megfelelő menedéket keres magának. Isten úgy teremtette meg az állatokat, hogy anélkül, hogy valaki irányítaná őket, érzik, hogy a télre való készülődést mikor kezdjék el, és hogyan valósítsák meg. A madarak közül egyesek, akiket vándormadaraknak nevezünk, már augusztus végén elkezdik a készülődést, és amikor eljön az idő, útra kelnek, hosszú-hosszú utat tesznek meg, hogy melegebb vidékekre érkezzenek, és azt az időszakot, amíg nálunk a tél tart, ők ott töltik el. Azért vándorolnak el, mert itt nálunk nem bírnák ki a téli hideget, és nem találnának maguknak élelmet. Vándormadárnak nevezzük a gólyát, a fecskét, a darumadarat, mert ők az ősz folyamán elvándorolnak tőlünk. Nem minden madár vándorol el, egyesek itt maradnak. Például az uhú, a veréb, a cinege, vagy a szarka, ők itt nálunk telelnek. Azonban télen közelebb jönnek az emberek házához, hogy könnyebben találjanak maguknak élelmet. Az erdő egyik legfélelmetesebb vadállata a medve. Ő is készül ősszel a télre. A medve ősszel nagyon sokat eszik. Nagy mennyiségű élelmet fogyaszt el, és ettől vastag zsírtömeget halmoz fel a bőre alatt. Olyan ez számára, mint egy vastag bunda, ami védelmet nyújt neki a téli hideggel szemben. Majd bebuvik a medvekoma a barlangjába, és téli álomra tér. Átalussza a telet. A kedves kis sünike is készül ősszel a télre. Ősszel ő is sok élelemhez jut, és ő is meghízik. Azután bevackolja magát az avar alá, és ő is téli álomra tér. Ott várja meg a tavaszt, amíg újra melegedni kezd a levegő. A mókuskák, az erdő fürge kis állatai is készülődnek ősszel a télre. Az ősz folyamán a mókusok sok-sok élelmet gyűjtenek össze, makkot, diót, mogyorót, és mind behordják az odujukba. Télen ők is alszanak, de nem egész télen. Ők gyakran felébrednek, lakmároznak egy jót a gazdag éléskamrából, majd kikukkantanak az odu ajtaján, egy-egy kicsit ugrálnak a környékbeli fák ágain, majd újra vissza az oduba,
s pihennek, alszanak, várják a tavaszt. Az erdő más állatai, mint az őzike, a róka, a farkas vagy a nyuszi, az ősz folyamán vastag bundát növesztenek, és a bundájuk színe is megváltozik. Számukra ez nyújt majd oltalmat a téli hideggel szemben. A bogarak fakérgek alá, levelek alá húzódnak be, és üres gyomorral töltik el a telet, alusszák végig a telet, s ők is várják a kikeletet. Látjátok, gyerekek, ez a gazdag évszak, az ősz nem csak az emberek számára ad lehetőséget arra, hogy felkészüljenek a télre, hogy megtöltsék kamráik polcait gyümölcsökkel, zöldségekkel, hogy legyen téli tartalék. Az erdei állatok számára is biztosít megfelelő táplálékot vagy búvóhelyet a téli hideg napok idejére.